Nem újdonság a Paprika Fitness Sport Egyesületben, hogy nem csak a boxkesztyűt húzhatják kezükre a fiatal sportolók, de fontos témákról is hallhatnak, mellyel az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. A korábban szervezett, többek között prevenciót és rehabilitációt fókuszba helyező események után most az önkormányzat támogatásával indulhattak újra ezek a programok. Most a kalocsai önkormányzat elkezdett minket ilyen téren támogatni, és a roma önkormányzattal közösen ezt újra elkezdtük ezt a programot, mert ez egy elég fontos kiemelt a gyerekek egészsége. Ugye eddig is folyamatosan járunk boxolni a gyerekekkel, odafigyelünk az egészségre, vannak különböző programok. Voltak itt a Petőfi telepen egy gyerekeknek egy ilyen bemutató verseny, hogy megjöjjön a kedvük, és ugye most ez a jelenleg itt ez arról szól, hogy a gyerekek elkerüljék ezeket a veszélyes szereket, a sportra és az egészségre koncentráljanak, mint itt lehet látni, rengeteg gyümölcs, vitamin, hogy ezzel feltöltődjenek. A rendezvényen részt vett a szervezésben közreműködő és helyszínt biztosító cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke, Sztojka István is, aki televíziónknak elmondta, nagyon fontos, hogy a gyerekeket és a szülőket felkészítsék a drogok veszélyeire. Már több programban részt vettünk, egy közös programba, és én azt gondolom, hogy elég hatásos a gyerekeinkre nézve, ugye bele van véve a sport, és azon belül ugye a drogfogyasztásról is sűrűn téma van, úgyhogy a gyerekek csavargás helyett inkább a sportot válasszák, szeretik a gyerekek. Én azt gondolom, elég jó versenyzőké nőtték már ki magukat, úgyhogy csak gratulálni tudok nekik. Nem volt ismeretlen a résztvevők számára Bányászyné Lukács Margit személye, aki a Tudsz, Tudj, Merj nemet mondani címet viselő előadását megelőzően televíziónknak elmondta, egy használható stratégiát szeretnének adni a résztvevőknek, hogy nemet tudjanak mondani a drogokra. Ez egy előadás sorozat első része, és itt először megismerkedünk a drogokkal, és megpróbálunk egy használható stratégiát adni a résztvevőknek, hogy próbáljanak nemet mondani a drogra. Az előadásom címe is az, hogy Tudsz, Tudj és merj nemet mondani a drogokra. Igazából először a drogokról fogunk beszélgetni általános fogalom, majd egy nagyon gyakorta használt, a kristálymetet fogjuk elemezni interaktív keretek között, tehát nem csak én beszélek, hanem bevonjuk a résztvevőket is egy kicsit, egyrészt lazító jelleggel, másrészt meg azért, hogy ők még így is ismeretet tudjanak szerezni. Előadással készült Tisza Zoltán, a Kiskunsági Ökölvívó Egyesület elnöke edzője is, aki több éves barátság fűz a Paprika Fitness Sport Egyesület vezetőjéhez. Előadásában arra is rámutatott, mihez vezet ez a káros szenvedély. Mindez komolyan, mégis játékos, befogadható módon, hiszen, mint fogalmazott, a sport és a drog összeegyeztethetetlen. Hát a sport és a drog összeegyeztethetetlen, tehát ez azt nem lehet a kettőnek együtt dolgoznia. Régóta vagyok a sportban, és sok mindent láttam. Drogos gyerekeket leugrani emeletről, meghalni, tehát nagyon sok durva dolgot, ami tudom, hogy egy, ha időben elkaptuk volna lehetőséget, sportoltattuk volna ezeket a gyerekeket, lehet, hogy nem jutottak volna idáig. Hát sok családot ismerek, nagyon sokáig dolgoztam Kiskörösön, Szolnok megyébe is sokat, és ezzel mindig összefutottunk a droggal. Igaz, most itt vannak ezek az olcsó designer drogok, ezeket pár száz forintért meg lehet venni, és bizonytalan származás, bizonytalan keverék, teljesen. És ha már egy életet, egy egészséget, egy embert meg tudunk menteni, akkor megéri az egész. Mint Bányászyné Lukács Margittól megtudtuk, a most indult rendezvénysorozat végén kérdőívet készítenek majd, hogy megtudják, milyen eredményekkel zárultak programjaik.